Pilinszky János. Ne félj. Én megtehetném. És mégsem teszem. Csak tervezem. Csak épp úgy fölvetem. Játszom magammal. Ennyi az egész. Siratni való inkább, mint merész. Bár néha félek. Hát, ha eltemet a torkomig felömlő élvezet, mi most még csak fölkérődző förtelem. Mi lesz, ha egyszer mégis megteszem? A ház. Egy alvó éjszakán. Mi lenne, hogyha rátok gyújtanám? Hogy pusztulj ott, és vesszenek veled, kiket szerettél. Együtt vesszetek. Előbb örökre megnézném szobád. Elődögélnék benne egy délutánt. Agyamba venném ágyad, merre van a képeket a fal mintáival, a lépcsőt, mely az ajtódig vezet. Hogy tudja, mi lesz veled, s ellened. A tűzvész honnan támad, és hova szorít be majd a lázadó szoba, mert égni fogsz. Alant az udvaron, a tátott szájjal síró fájdalom megnyílik érted, nyerdeklő torok, hiába tépsz föl ajtócs ablakot. A túlsó járdán állok, s falom. Gyapjat növeszt a füst a tűzfalon, gyullad csomóba gyűl és fölfakad, mint vérző gubanc a szűk tető alatt. Mi engem ölt, a forró gyötrelem most végigömlik rajtad, mint a genny. Sötét leszel, behorpat, néma seb, akár az éj is az arcom odalent, így kellene! Nem lesz semmi sem. A poklapban is meglazult hitem. Vigasztalást a játék sem szerez, az éjszakának legmélyebbje ez. Hogy átkozottam? Vedd, minek veszed. Nem értek el. Nem is szerettelek. Aludj nyugodtan. Így áll és egyél. És ha értened is áll.